Az elmúlt években szinte törvényszerű volt, hogy augusztus 20-án elromlott az idő, és az azt követő időszakban a nyári meleg helyét átvette az esős időjárás. Idén sem volt ez másként, Szent István ünnepe környékén két nagy vihar is megtépázta városunkat, számos kárt okozva ezzel. Azonban a maradék egy hét a vakációból ez alkalommal nem a tendencia szerint fog alakulni. Idén az augusztus vége időjárása egy kicsit más fordulatot tartogat számunkra, és általában, mivel anticiklon alakítja majd időjárásunkat, illetve meleg levegő áramlik térségünkbe, hiszen déliesre fordul az áramlás holnaptól kezdve, és innentől egyre melegebb levegő tölti majd ki a Kárpát-medence térségét. Ennek hatására augusztus vége naposan fog telni, általában csapadék nélkül, tehát száraz idő lesz a jellemző. Tehát ebben a másfél hétben visszatér majd a kánikula, napközben 30 Celsius fok feletti hőmérsékletekkel és gyenge légmozgással, így a hőérzetünkön ez nem fog javítani. A Hungaromet egyelőre augusztus végéig tud becslésekkel szolgálni, de nem valószínű, hogy az iskola kezdésre elromlana az időjárás. Augusztus 28 és 30 között is napos idő várható, komoly felhőkkel tovább folytatódik majd a száraz idő. Egyenlőre ez a tendencia látszódik, hiszen frontok nem nagyon érik el majd a Kárpát-medence térségét. Amiknek sikerül elérni területünket, az is általában gyenge front vesz és feloszlik térségünk fölött, így jelentős változásra nem kell készülnünk augusztus legvégéig. Az idei nyár vége, tehát az átlagnál melegebben fog alakulni, marad a strandidő, és kihasználhatjuk a szünidő utolsó napjait.